A Vöröskereszt emberbaráti szerepvállalása a másfél évszázad során háborúban és békében is megnyilvánult. A szervezet tevékenységének rövid ismertetője után a nebulók elmondták az esküszövegét, és ezzel a Vöröskereszt tagjai lettek. A kicsik már tudtak ezt azt a Vöröskeresztről, de sok mindenről éppen a mai tagfelvétel idején hallottak először. A Vöröskereszt a társadalmunk leghumánusabb szervezete. Segítsünk mindenkinek, még az idegeneknek is, hogyha bajba esnek. Hogyha bajuk van, akkor segítek rajtuk. Az elsősök taggáavatását a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezete minden évben megszervezi. Arra tettek fogadalmat, hogy saját maguk egészségére nagyon fognak vigyázni, a környezetük egészségére, a családjuk egészségére. Egy nagyon kis higiéniai csomagot állítottunk össze, amivel megkezdhetik ezt a munkát, hogy odafigyelnek tudatosan arra, hogy hogyan élnek, hiszen ha egészségesek, jó véradók válhatnak belőlük, hasznos tagjai lesznek a közösségünknek. Az elsősök tagfelvételét a Vöröskereszt községi szervezete az elkövetkező napokban Magyar Kanizsa község minden általános iskolájában megszervezi.